Dicsérjük az Úrnak nevét, az ő neve dicső egyedül. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Igen, tisztelt vendégek, nagy tiszteletű közügyigazgató úr, kedves harvardi unitárius testvéreim, Jim and Mary Donald, nagy tiszteletű esperes urak, igen tisztelt körig felügyelő gondnok urak, kedves lelkész testvéreim, kedves atyám fiai. Ritka és nagy jelentőségű alkalomnak vagyunk résztvevői mindnyájan. Ebben a megható pillanatban egy gyermekkori emlékem jut eszembe. Gyermekkorunkban gyakran birkoztunk, verekedtünk és vitatkoztunk egymással. Az erősebb, a tehetségesebb, amikor legyőzte a gyengébbet, az alul maradottnak még mindig maradt egy vigasztalása, így szólott a refrény általában, majd jön édesapám. Majd jön a nagyobbik testvérem, és ő majd megmutatja az ő erejét, megmutatja az ő tehetségét. Magyar András falva 450 esztendeje létezik, de még eddig nem volt temploma. Kicsi falu volt, és ma is az. Kevés erővel dicsekedhetett, és kevés erővel dicsekedhetik ma is. Az utóbbi 10 esztendőben érlelődött a hívek közül érkező és a két lelkész által közösen melengetett gondolat. Építsünk közös templomot. Magyar András. Olyan templomot, amelyben az unitárius és a református hívek egyaránt helyet találhatnak, és egyaránt dicsérhetik az Isten, az ő hitük és édes anyanyelvük szerint. Gondokkal birkozva, nehézségek közepette, sokszor alul maradottaknak éreztük magunkat, az elmúlt 10 esztendőben, ami alatt érlelődött bennünk a templom építés gondolata. De az alulmaradottság tudatában mindig megjött, megérkezett számunkra a gondolat, a mentő ötlet, majd az erősebbek, majd a nagyobb testvérek. Rájuk gondoltunk, mint az alul maradott gyermekek. Ők jönnek, és majd segítenek nekünk. Jön az egyetemes egyház. Mindkét részről, a református és az unitárius. Jönnek a tengeren túlról, jönnek nyugatról, az amerikai testvérek, akik nagyobbak, erősebbek és tapasztaltabbak, mint mi vagyunk. Hála Istennek, akiket vártunk, akikre számítottunk, ma mind itt vannak. Itt van közöttünk a főtisztelendő püspök úr, unitárius püspök úr, képviseletében Kolcsár Sándor, közügyigazgató, egyházi közügyigazgató a gyermekfia. Itt van közöttünk a református
Sófalvi Jenő, körifelügyelő gondnok. Sajnáljuk, hogy nincsenek itt főtisztelendő püspök uraink, de ők is elküldték szívük, lelkük melegével a legjobb kívánságot. A legyőzött gyermek módján leginkább bízunk Istenben, a mi mennyei atyánkban, aki megmutatja nekünk, hisszük az ő erejét, segedelmét, szeretetét, és megáldja azokat, akik az ő tiszteletére templomot építenek. Ezért mondtam, és ezért ismétlem még egyszer a Zsoltárt, dicsérjük az Úrnak nevét, az ő neve dicső egyedül. Boldogok, akik lakóznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Ezzel a zsoltáros gondolattal hívlak, kedves testvéreim, ezen a helyen tartsuk meg az első közös istentiszteletet, amelynek keretében kezdő énekünket énekeljük, mint a szép híves patakra kezdetű egyházi énekünk első verszakát. Ami segedelmünk és ünnepszentelő hálaadásunk, legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Urunk Istenünk, kegyelmes jó atyánk a Jézus Krisztus által, hálát adunk néked, hogy szabad eged alatt, szabad szívvel és téged kereső lélekkel kezdhetjük ezen a neked szentelendő szent helyen közös Isten tiszteletünket. Hegyek közé ékelt székely falunkban, Magyar András falváról, e templom alapokról száll hozzád a kereső fohász ma, hogy jöjj segedelmül nékünk. Jöjj segedelmül hajlékot, szent házat építőknek. Jöjj segedelmül itt most örömünnepet ülőknek. Jöjj segedelmül olyan sokszor elárvult népednek, itt a vagy mentén, szülőföldünkön és egész Erdélyünkben, ahol
sokszor célhúzatos időkben és helyeken élnünk adatot és megmaradnunk szükséges. Elédbe tárjuk most, Istenünk, a mi áldozat bemutatásunkat és hálaadásunkat, hogy megsegítetted ezt a maroknyi népedet, itt lakozó népedet, magyarokat. Unitárius és református hitfelekezetűeket megsegítetted családjaikban, áldozat hozatalukban, és hisszük, hogy megsegíted a te áldásoddal jövendő templomépítésükben. Arra kérünk, Istenünk, Atyánk, életünknek, jövendőnknek és reménységünknek, Uram, hogy hallgasd meg könyörgésünket és imádságunkat azért, hogy az áldozatos szívek és lelkek, a segítő kezek benned bizakodó hittel tudjanak itt összegyűlni a jövendőben munkára. Mindenek fölött áld meg, Atyánk, az itt élő gyülekezeteknek elöljáróit, szolgáló lelkipásztorait, presbitereit, gondnokait, de áld meg, Atyánk, a te választott népedet. Áld meg a mi magyar nemzetünket. Légy velünk, mutass utat, és maradj segedelmül a te népednek mindenkor. Szent fiadért, Jézus érdeméért kérünk, hallgasd meg alázatos könyörgésünket. Amen.